Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez itt az Eskügyári, az új műsorunk, amiben a ti tuning autóitokat fogjuk átnézni, kielemezni, megszakérteni. Ebben segítségünk lesz Ágó Béla, okleveles járműmérnök és Formula 1-es gépátvevő. Úgyhogy ha szeretnétek erre jelentkezni, akkor a leírásban van egy link, és ott egy űrlap kitöltésével ezt meg tudjátok tenni. Aztán lehet, hogy magatokat fogjátok itt visszanézni. Így van, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Robert, nagyon köszönjük, hogy elhoztad nekünk ezt az autót. Úgy általában a magyar néplélekhez, de itt a körülöttünk lévő dolgokhoz nagyon hozzátartozik az esztergomi Swift, amiért ugye nem csak esztergomba készült, hanem Kanadától kezdve Japánig mindenhol, de hogy speciális helye van a magyar néplélekben. Kérlek, mondj valamit, hogy miért választottad ezt a típust az építéshez? Egyáltalán mikor indult ennek a története? Hány versenyen vagy túl? Ez a mi autónk, tehát az élet ez választa. Nem, igazából én ezt félkészen vettem már, vagy hát amúgy mentek vele egy pár versenyen, ahhoz képest, mint teljesen újjáépítettük. Szoktam mondani, hogy nyomokba Suzuki tartalmaz. Hát így kívülről látszatra sokan azt hiszik, hogy az, aztán úgy menet közben rájönnek, hogy nem annyira hasonlít. Ez még amúgy tényleg egy magyar Suzuki alapjából indult? Háromajtósból? Igen. Vagy valami GTI Japánból? Nem, ez egy sima háromajtós, az az alapja, de mondom, nagyon csak nyomokba tartalmazza. A legendás plakett, Magyar Suzuki Corporation. Úgyhogy, hát már sok verseny, most már ez a hatodik szezon, amit megyek vele, és azért itt volt egy-két olyan szezon, ahol több mint 30 versenyt mentem. Tehát jó, nem mindegyik, de mondjuk 20-szal nyugodtan lehet számolni. Én nagyvonalúan rámondtam, hogy középmotoros. De hogy ez nem csak középmotoros, abban az értelemben, hogy a két tengely között van a motor, de ha jól látom, még így betoltátok aszimmetrikusan az anyósülés helyére? Igen, tehát már nagyon közel itt az anyósülésre. Szóval igazából ugye a vezetőülést amúgy lehetett volna hátrább, csak az már úgy nem adta ki rendesen, de majdnem úgy jön ki a súlypont, hogy ahol én ülök, mellettem van a motor, és az ellensúlynak. Jól hangzik. És a motor? Most már akkor fedjük fel a titkot. A motor az egy Kawasaki ZX12. Gyári állapotban? Gyári állapotban, úgyhogy abban nem... Látod, meghagytátok tehát a gyári szekvenciális 6 fokozatú váltója. Így van, annyi, hogy egy BMW-s perdiót hajtunk itt a lánccal, úgyhogy ezáltal lükverc nincs, tehát igyekezni kell úgy megoldani a dolgokat, hogy ne kelljen. Előre kell menni, haladjunk. Hányszor fordult ebben az elmúlt 5 évadot, mondtál, 6-ot? Ez a 6. évad. Tehát ebben a 6 évadban hányszor fordult elő az, hogy tolatni kellett volna? Egyszer sem. Na hát akkor nem. Csak a trailerről, ugye? Igen. De úgy, hogy verseny közben, hogy olyan szitu lett volna, hogy tolatni kell, olyan nem volt, ezt azért megoldott. ZX12, van 1200 köbcentink, ehhez tartozó erő, meg akkor kell valami 11.000 körüli fordulatszámnak lenni, ugye? Igen, tehát ilyen 11.500, vagy majdnem 12-ig. Van egy láncáttételed, hova van ez így áttételező, hogy adódik a végsebesség? A végsebesség az úgy, hogy 6. leszabályzáson ilyen 155 a végsebesség. Aha, akkor van vonóerő, fölmegy az emelkedőn is. Igen, tehát tippen, ezt azért gyorsan eléri. Ha tippen nem kéne, a hátsó egyenesben megoldja. Úgyhogy... Gyönyörű az autó, és... Köszönjük. Az emberi oldaláról pár szót, hogyha Béla feltette a kérdését, ami feszít. Mondja csak, hogy... van itt bőven. Milyen háttértudással, milyen infrastruktúrával, hányan csináljátok ezt? Igazából nekem van egy karosszériás műhelyem, karosszériás meg fényezéssel foglalkozunk. Nekem a vírusdes mazda. Sok embernek van olyan, nyugi. Igen. Úgyhogy aztán ott, hát igazából nagyjából én meg a fiam, meg egy-két barát, meg ilyenek azokkal, igen. Így csinálgatjuk az autókat, ugye ezek van több versenyautónk is, tehát úgyhogy most csak egyedül ez az egy üzemképes, de amúgy azért van. Aztán hát ez a hobbi.
ami ilyen esténként, meg hétvégenként, amikor nincs verseny. Mert amikor verseny van, akkor meg az. Akkor meg az, igen. Lát, találkoztunk már versenyen nem egyszer, nem kétszer, jó néhány éve, még a korábbi autóiddal is. Ennél az autónál nekem az a nagyon jó érzés, hogy megbízható. Hogy mindig mész vele, megy, nem dadog, indul hidegen, indul melegen, semmi baja nincsen. Volt valami műszaki problémád, amit esetleg érdemes? Egyszer volt a saját hibából, neki mentem kakucson a guminak, és eltörött a talpas, úgyhogy akkor kiestem. Meg tavaly az Expon eltörött a féltengelyem, akkor estem ki, úgyhogy ez a, mit tudom én, nagyjából 150 versenynek ez a kettő, ami kieséssel végződött. Kapja azért az ívet az a féltengely, mert ezekkel a gumikkal szerintem igen komoly tapadás. Hát igen, azért hátul 260 széles a gumi, és azért rajtba megkapja. Tehát és nem csak az, hogy 260 széles, de hogy 260 magas is nagyjából. Csodálatos ez a felni, és központi a nyerhajó. Így van, egy jó nehéz felni, ahogy így elnézem. Hát több benne a levegő, mint a magnézium. Körülbelül. Ez valami formaautó, gyanítom, ugye? Igen, ez Forma 3-nak a felnie, úgyhogy ez a hátsó az 10,5x13-colos, az első az 9x13-col. És az első az 3,8 kg, a hátsó meg 4,2. Na, egyről beszéltünk, tehát igen, azért ez kell. Forgótömeg, rugózatlan tömeg egyértelmű. És könnyű cserélni, ugye, mert egy kézzel lehet... Igen. Bár sokan azt hiszik, hogy könnyebb cserélni, mert itt azért tüskékre úgy rátalálni, abban azért kell bűbe lőni néha, de nem probléma. Mennyire fogy a gumi? Ezzel a tömeggel főleg. Így van, mert azért relatív könnyű lehet az autó, van erő, ugye talán a hátsó kerék kipörög, hogyha van, de elől aztán azt gondolom, hogy ez... Igazából az első gumikat jobban terheli. Uh-huh. Tehát az első gumi nekem, főleg ugye szlalomba ott azért sok az ilyen ide-oda forduló, és az jobban gyűri az első gumit. Amúgy, ha úgy normálisan beosztom, akkor mondjuk egy garnitúra új gumival egy szezont végig szoktam menni. Az azt jelenti, hogy itt a edzéskörön az előző évit fölrakom, és akkor csak az élesre a csúlyát. Csak hogy tiszta legyen, ebben vannak tájmetek jellegű pályafutamok is, vagy csak szlalom és hegyi szlalom? Szlalom, hegyi szlalom, meg ilyen tájmatakszerű, ez az euroringes estén szoktunk menni. Próbáltam rendes tájmatakot, ott rájöttem, hogy az azért nem annyira való neki, tehát hogy ott ilyen 15 perces etapon mondjuk 15 percig 12 ezeren menni, mert ott szinte végig leszabályzáson mentem, aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy jó. Ez halójáratban is megszerint. Igen. Túl gyors a kanyarban, ugye? És akkor az egyenesre meg már majdnem végsebességgel. Hát ott annyi, hogy most egy szlalomversenyt, ilyen 7 literes tankja van, azt megtankolom, akkor az egész napot kibírja. Ott a tájmatakon megtankoltam a 15 percre, és nem értem be a boxba. Tehát kifogyott. Déla, nem tudom, van-e tapasztalatod motorkerékpár motoros autóval, szerinted akkor be tudsz vele menni a terepen? Valami Suzuki-st meg kéne kérdezni, hogy adjon tanácsot. Igen, miért jó ez? Mert széria a motor, tehát bírja, pörög, mégis van teljesítménye, aztán, hogyha mégis valami kell hozzá alkatrész, akkor azok tényleg könnyen megvannak. Hát meg most, hogyha abból indulok ki, hogyha én abban az MX-5-be szeretnék egy szekiváltót, az 2-3 millió forintos tétel. Inkább 3. Itt viszont csatolják a motorhoz, jár vele. Ahhoz illeszkedve, ahhoz a motor karakterisztikához olyan jó áttételek vannak hozzá, és azt a teljesítmény nyomatékot ugyanúgy bírja. Ettől olcsó, persze nem abszolút értékben olcsó, mert azért találni egy ilyen motort egyre ritkább, és azért pénzbe kerül. Motorsport léptékben olcsó, pontosan. Igen, most már, tehát amikor ez épült, akkor még ilyen néhány százezer forint volt egy ilyen motor. Most már szerintem így közelítünk az 1 millióhoz, hogyha van, de már nehéz találni. Igen, más motorokat lehet már találni, talán inkább az ezes. Ebbe tavaly cseréltem motort, azt is azért, mert a váltó megkopott már, és néha volt, hogy mit tudom én, negyedikből ötödikbe üres lett, tehát, hogy ez, és akkor egyre többet jött elő ez a hiba, hogy lukat kapcsoltam. De aztán nem álltam neki azt a motort szétszedni, hanem hoztam egy másikat, belcsavartuk, aztán... Kész. Az is megvan, tehát a motorikus része szerintem azért még jobb, mint ez, de majd annak is a váltóját megcsináljuk, aztán akkor lesz újra tartalék. Igen. Guruljunk akkor egy kört? Guruljunk. Megtehetjük óvatosba, aztán lehet, hogy te lehet, hogy mutathatnál itt valamit, mert amit én láttam a versenyzői pályafutásokból, az az, hogy a szűk pálya
az mintha te ott születtél volna. Tehát az, hogy egy hordót megkerülj úgy, hogy a lökhárító pár centire megy el tőle, az neked nagyon hát meg ez a telepezemből is látott már néhány Swiftet, nehogy igen. Már. Kapcsolom a ventilátort a biztonság kedvéért. Szervó megy? Igen. És akkor egy üres, kettő, három. Előre. Egy üres, kettő, három. Benned közben húzodom, ha nincs üres. Nincs üres, igen, igen. Ugyanúgy, mint az enyém. Akkor csak óvatosan elindulunk. Óvatosan elindulunk. Azért itt már azon is meg kell gondolni, hogy mit fogok meg. Én sem mertem semmihez nyúlni. De biztató, hogy ez inkább a te méreted, mint a lada. Ez sokkal, és a kuplunk nagyon könnyű. És akkor megpróbálunk elindulni elméletileg. Ez a rántás, ez a legjobb ezekben. Igen. Amikor teszel egy egyest, és megrántja a kasznit. Na nézzük. Ó, gázreakció, mintha lenne. Óvatosan fogunk menni. A kormány nagyon könnyű. Most használtam a kuplungot, a váltást. Hát hiszen nincs fordulat. Igen. Ha több autó lett volna, mint az előző körben. Igen. Még egy utolsó nyomó. Van mit kockáztatni. Nagyon könnyű a kormány, jó a fék, adagolható. Nem könnyű, de adagolható. Hát innen a jobb egyről elég dermesztő. Nem akartalak jobban megijeszteni. Megtudna, azt néztem, hogy 5000-ig engedted el, és ezek ilyen 6-7 körül. A hagyományos értelembe vett versenyautós élményhez, mint hogy beraksz egy motorkerékpár szívómotort egy autóba, nem juthat. 40 centire a fülettől. De igen, nekem kettő. És itt lesz levegőt is. Igen, itt jön be föntről a tetőről. Jó, ez ki van találva. Hú. Lesz mit nézni. Kevésbé értek hozzá, mint te, de a motor hiányát viszonylag nagy biztonsággal meg tudom állapítani. Sok minden van itt, Anti. Én még egy kicsit azért hatás alatt vagyok, hogy ez milyen úgy belülről, mert már rég ültem ilyen autóban. Hát remegős. De igen, igen, hú. Nagyon, nagyon. Na aztán nézzünk szét itt. Nem tudom, valamiféle rendezőelv kéne, hogy föntről haladjunk lefele, előről haladjunk hátrafele. Itt már minden lent van, olyan alacsonyan van, hogy itt már minden lent van szerintem. Gyurcsány, húcsávókám, ez nagyon lent van. De... Fék. Fék. Szoktam olyat látni Mazdákban, hogy megtámasztják a fékhengert előről, hogy a tűzfalnak a rugalmassága ne vegyen el a fékerőből. Egyrészt a fékerőből, másrészt a nyomáspont, hogy érezd pontosabb, hogy az adott izomerőhöz, ami a lábadnak egy picit az elmozdulása is, milyen féknyomás tartozik. Tehát nincs ABS. Precízebb. Pontosan. Itt mégis úgy látom, erre nincs szükség, ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon könnyű autó. Tehát, mit jelent a könnyű? Tehát itt most van fogalmunk a súlyról? Igen, ezt mi megmértük, és ha most ide kikacsintok, akkor 680, 90, 700? Nélkül ez. 612. 612.
ez a menetkész, medves. Így, ahogy most itt hatan megfogjuk, és ha 6x 100 kg meg tudnánk emelni, ha tudnánk 100 kilót emelni. De az nem megy. Úgyhogy ez azért azt jelenti, hogy a fékerők ehhez arányosak. Persze a hidraulikai áttételek, nyomások azok azért egy picit függetlenek nyilván a tömegtől, de nincs szükség nagy fék teljesítményre. Aztán itt nincs kitámasztva. Nincs kitámasztva. Megvan még a régi fékrásegítő is, de nyilván nincs a vákum, az vákum nincs hozzávezetve, és már itt úgy van megoldva a hátsó fékkörnek a nyomás szabályzása, remélem a hátsó fékköré. Nem, képzeld, az első fékköré. Az első fékkörnek a nyomás szabályzása ide beépítve a nyomás szabályzó, amit nem belülről tudsz az utastérből állítani, hanem csak motoráztető, vagy nem is tudom, az első burkolat levétele után. A fékek, az első fékek nagyjából szériának tűnnek. Azért ezen az autón oké, hogy könnyű, de teliszlik van. És a versenyen is teliszlikkel megy, ha jól tudom, hiszen olyan géposztályban van, ahol ez megengedett. De hogy azt mondtad, hogy gyári fék van. Nem terheli meg ez lényegesen jobban a gyári féket, vagy a kis tömeg az ezt kompenzálja? Ugye a fék tengelyenkénti eloszlására a legnagyobb hatással a tömegközéppont van, annak elsősorban a magassága. Nyilván a hosszirányú elhelyezkedése is fontos, de a fékezéskor átterhelődés történik. Itt ugye a súlypont eléggé hátul és eléggé alacsonyan van, nagy a hátsó tengely terhelése, ott egy komolyabb fék lesz hátul. Elő viszont ez a fék tökéletesen elegendő. Így akkor értem, köszönöm. Na és akkor tovább a futóműre, mert az... Na ez itt nagyon ügyes megoldások. A Suzuki Swiftnek a nagyjából a lengőkara, nagyjából a bekötési pontjai, a csonkálvány is, én még szériának nézem, és akkor erre a gólyalábra van téve egy kicserélt lengéscsillapító egység, nyilván ott is két rugóval, tehát segédrugóval, főrugóval és a kiegészítő rugóval. De ami még itt jön, az igazi geometriában ez a nagyobb távolság. Ez azt jelenti, hogy a középpontja a kerekeknek, tehát a tengelyvonala, az az alsó gömbcsuklótól nagyobb távolságra helyezkedik el. Vagyis lényegében a karosszériát ennyivel lejjebb tudtad ültetni, a tömegközéppontot lejjebb vitted. Nem fordul elő az, hogy a lengőkarok elkezdenek felfele állni, vagy meredek szögben állni, és nagyon helyes, így van. A roll centerre nem mászik el az autónak. És itt látod is, hogy ez gyakorlatilag most van kb. Vízszintesen, vagy sőt még kifelé lejt. Ezek azért apró olyan milliméterek, amiket szemmel nem tudunk eldönteni, ezt nyilván mérni kellene, de ránézésre nem túl rossz. Tehát ez egy olyasfajta ültetés, hogy nem az autót ültették meg a futóműhöz képest, hanem a futóművet engedték le a csonkálványhoz képest. Ami az anti-tuning, így van, tehát gyakorlatilag amikor ültetik az autót, a szabad rugó útból, a szabad hosszából elvágnak, ez a berugózási úthosszat csökkenti. Az valóban a tömegközéppont lejjebb megy, de itt az történt, hogy a karosszériát vitted lejjebb a meglévő kerék távolsághoz, tengelycsonkhoz képest. És a következő eleme, az pedig ez, hogy megmaradt a berugózás, hiszen nem itt van a rugótorony teteje, hanem fölemelték ezzel a 60-70 mm-rel annyira, hogy az volt motorháztetőt már ki is kellett vágni, hiszen a lengéscsillapító teteje már kilóg belőle. Tehát ezzel is lejjebb tudtuk vinni az egész karosszériát, tehát látod, hogy hova dőlünk, össze tudjuk hasonlítani a szomszédos Swiftekkel, nagyon-nagyon lent van. Érdekes kérdés az ugye a tulajdonosa az autónak, Robert, mondta, hogy karosszériás. Ezek itt nekem még nyomokban gyárinak tűnnek ezek a tornyok, de ezeket be kellett lemezelni, mert én megint csak a szemiszlikekről nem tudok elvonatkoztatni, hogy ezek azért elég nagy nyomatékkal megterhelik a kasznit berugózásnál, meg amikor kanyarban kiterhel. Látod ezt a rudat is, ugye? Eleve a lengőkarok, így van, bekötési pontja meg van erősítve, és hát itt ez egy sokkal erősebb egység, és hát látom a lapolást rajta, nyilván a tűzfal is gyárinak tűnik, a sárvédő is többé-kevésbé gyári, nyilván föl van vágva, de azon kívül ez a rész talán gyárinak tűnik. Igen, itt nagyobb erők ébrednek, de megint ne felejtsük el, nincs itt az a motorváltó egység, ami azért jó néhány kiló. Tehát vannak ugyan erők, de el is tüntettünk a tömeggel nagyon sok erőt. Mert nyilván látszik, hogy van itt egy segédkeret. Ezt akartam mondani, hogy két szót ejtsünk arról, hogy az autó a rugótoronytól erőre nem létezik. Nem létezik, segédkeret van. És a
a hűtőt eldöntötték, hogy igen, a besűjtő levegő a lehető leghatékonyabb legyen, és itt pedig... Nem sikerült megvalósítani. Mert hogy? Ugyanis a levegő sem hülye. Tehát ha bejön itt a levegő, akkor ő nem a hűtőn fog keresztül menni, hanem ezt ki fogja kerülni. Tehát azokat a terelőlemezeket, amiket ducting, ahogy mondja a művelt német, ami arra azért lenne jó, hogy ez a bejutó levegő valóban a hűtőn áramoljon keresztül, azt egyedül az alsó részén találjuk meg, tehát itt valóban rá van irányítva, de nem hülye a levegő és megkerüli ezt a részt, tehát nem ezen a nagyobb ellenállású hűtőn fog döntő többségében átmenni, hanem itt egy kicsit megkerüli. Itt azért keletkezik némi vákum, mert ugye a géptető fölött elsűjtő levegő, az itt meg lecsökkenti a nyomást ebben a térben, és kirántja a meleg levegőt az autó elejéből, nem géptérből. Ha lenne egy kis fonalunk, szívesen tennék egy kis próbát, emeld meg, légy szíves, ezt tegyük nagyjából a helyére. Tehát az alacsony légnyomású tér, az csak így nagyjából, az alacsony légnyomású tér az itt van. Ha kilépni kell a levegőnek, akkor itt kellene kijönnie. Uh-huh. Itt is ki fog jönni, nem olyan hatékonysággal. Ne felejtsük el, hogy például itt már nagyobb nyomás van, ezért megy be itt a kabinba, az utastérbe a levegő. Tehát ez egy határterület, én ezt 10-20 centivel előbbre tenném, őket kicsit hátrébb tenném, és akkor itt valóban kiáramolna a levegő, ha már a hűtő mögött van, és ehhez a nyíláshoz is célszerű lenne oda csatornázni a hűtőn átáramló már meleg levegőt. Ezek apróságok, de hogyha még szeretnék, és ha gondja lenne egyáltalán a hűtéssel, akkor ezt érdemes lenne meglépni. Ezek azért jellemzően inkább rövid futamok, amiket emlegetett az elején, tehát nem tudom, hogy ez mennyire léphet fel problémának. Valószínűleg nem. Nyilván én megpróbálnám eltakarni a üzemanyagtartályt is a meleg levegőt. Tehát itt az aeróban lehetne egy kicsit. A futómű jónak akkor tűnik, ezt nagyon akartam jónak kérni, hogy akkor értékeljünk egyet címszavakba. Futómű szerintem nagyon jó. Itt az légáramláson talán egy picit lehetne javítani, hogy ne melegedjen az üzemanyag, és a hűtő hatékonyabban működjön. Talán még ventilátorra se lenne szükség, ami meg elektromos teljesítményt vesz el, ami meg a motortól veszi el a teljesítményt, még gyorsabb lehetne az autó. Na, itt nagyjából az első ülések vonalában szűnik meg a Suzuki. Úgy van, utána pedig nyomokban a tetőlemez talán megegyezik, és akkor azt gondolom, hogy igazán ez az a munka, ami jó alkotóként, meg hát rengeteg tudást, ismeretet igényel. Ugye a motor látjuk, hol van. Az ilyen megoldásoknál fontos azt figyelni, hogy a kihajtás melyik oldalon van, ennek a motornak a bal oldalán, tehát ez alkalmas arra, hogy egy igazi balkormányos autót csináljunk, mert akkor a láncot be lehet hozni középre. Bocsánat, csak ugye, és adja magát a dolog, hiszen a sofőr az mondjuk egy 70-80-90 kiló, a motor az mondjuk egy másik 100 motorváltóegység. Még kevesebb inkább. Mennyi egy ilyen? Ezek csak 80-nal, 70-80-90 kiló. Jézusom! Ez ugye egy nagyobb motor, hiszen ez egy 1002-es, de ha ezt összehasonlítod egy autóval, és hogyha a teljesítményét hasonlítod össze egy autó motorváltó kuplung egységével, akkor már itt jön az, hogy mennyit lehet ezekkel nyerni. Power density. Alig találsz benne vasat. Ez igen. Többsége alumínium, illetve magnézium, meg hát műanyag. A védelem. A védelem az elsősorban arra szolgál, hogy ez az elszakadó lánc, ha véletlenül előfordulna ilyen, akkor az ne jusson be az utastérbe. Arra szolgál ez az elem, meg nem műanyagból. Mert ez nem műanyag. Mert ez nem műanyag. Én sose tudtam, sosem néztem meg, ma jöttem rá, hogy sosem figyeltem ezt komolyabban, hogy a motorokban a motorváltó kettős, az hogy rögzül? Szilentekkel, vagy fixen? A legtöbb helyen fixen. Tehát vannak ugyanolyan motorok, ahol van szilent, de ez inkább a régmúlt. A korszerűbbek azok fixen átmegy a vázra a rezgés, ennek megfelelően a blokk hátulján legtöbbször van két csavar, és talán még fönt a hengerfejen két oldalon egy-egy megoldás. Eltér, szabad a konstrukció, mindenki másképp csinálja, de nagyjából ez az elv. És akkor, ha jól, akkor ezt tovább hozzák az autóba is, tehát szépen átrázzák a szériát. Gondolni kell arra, hogy fér be, a bukócső miatt ezt hátulról nem lehet betenni, a jobb első ajtón lehet, azért is lehet annyira a cső, hogy azt ott megemelve jobbra-előre ki tudod venni, de nem ez az első, hanem hogy egyáltalán berag, tehát be tudod tenni a motort ide, és ott rögzíteni. Ezen még soha el sem gondolkodtam, hogy egy ilyen telicsöves autóba hogy építesz be, de ez... Úgy látszik, erre párra rádöbbentek, mire ez... Gondolom, hogy ez... Volt a kellemetlen felismerése. Ez fontos, hogy annak a motornak azért oda be kell férni.
És akkor itt haladjunk tovább, tehát látod, eléggé messze van a motor, vagyis elég jól középpontban van, nagyon jó fordulási készséget ad neki, és akkor a hátsó futómű át lett alakítva, mivel eddig nem hajtott volt, most hajtott lett, ezért szerintem megmerném kockáztatni, hogy valami hasonló Suzuki, így van, szerintem az egy Swift csonk, és ahhoz van egy felrelengőkar, McPherson taggal fölül. Teljesen elve, egyedi gyártott rugótorony, ha jól látom. Így igaz, az így van. Ez is elég magasan van, ha elgondolod, hogy a gyári Suzuki Swiftnél ez hogy van. Ad kellő berugózást, és itt is megvan az a rész, hogy van egy irányítókar, nyomtávrúd, összekötő, akárhogy is nevezzük. Tehát van egy olyan összekötőd, amivel az úgynevezett bump steert, tehát a berugózás kori összetartás változást, berugózás és kirugózás kori összetartás változást tudod állítani. Itt is van lehetőség, tehát ez is fölle állítható. Miért zavar minket ez a bump steer? Ez sok helyen szembe jön, és voltak olyan gyártók, akinek ebből problémája is volt. Az új Toyota Supra-nak egy időben kitiltották a Nordschleife-ről, mert hogy az sok az ilyen jellegű dinamikus változás, és a bump steer miatt az autó instabillá válik. De miért válik instabillá? Hát, több oka van ennek, ugye kanyarodás közben a külső kerék terhelődik jobban, ha az berugózik, ugye nagyobb terhelés miatt, akkor ennek a sugár, a körmozgása miatt a kerék összetartása változik. Ha ez az összetartás széttartás irányába megy el, akkor az autó hátulja hajlamos arra, hogy kifelé elinduljon, tehát túlkormányzott legyen. Ezt viszonylag nehéz megfogni, hogyha ez olyan nagy mértékű. Ha ez átmegy összetartás irányba, az sem feltétlen jó, mert akkor megnövekszik rajta az oldalirányú erő, akár szintén elveszítheti a tapadását, ezt is nehéz korrigálni. Az lenne a jó, ha nem változna a kerék összetartása, berugózás hatására. Ezt el lehet érni, ennek az összekötőnek a megfelelő elhelyezésével, a külső csuklópontnak és a belső csuklópontnak a megfelelő elhelyezésével. Tapasztalati úton, de egész jó szimulációs szoftverek vannak erre. Nézd, ezt az autót ennél jobban nem alakíthatták volna át. Tehát első kerékből hátsó kerékhajtás lett, ormotorból középmotor lett. Viszont én olvastam olyanokat, hogy ha egy autót első kerékhajtásra terveznek, akkor úgy tervezik meg az első futómű geometriáját, hogy ott vonó erő keletkezik. És hogyha vezettem olyan Subarut, amiből kivették az első féltengelyeket, nem hajtott előre, és borzasztó volt a kormányzása az autónak, egy ilyen esetlen, nehézkes, darabos szörnyűség, és ennél az autónál ez nagyon gyökeresen megváltozott, tehát itt mit kell variálnod a futómű geometriával, hogy egyáltalán működjön? Nagyon jól látod, éppen ezért sokan megpróbálnak középmotoros autókat, vagy formotoros autókat átalakítani ilyen középmotoros hátsó kerékhajtású megoldással. Fiat 500-asokat, régi 500-asokat, 126-os Porsche, X1/9-es, olyanokat, amelyek már eleve hátsó kerékhajtásúak. Itt egy kicsit nehezebb a helyzet, mert transformáltad. Ezt meg is tudnám mutatni a táblán. Ez egy rugótorony, itt van benne a kis rugó jelképezve, ez itt a sárvédő íve, ugye ez a talaj, itt a kerék középpontja. És a korszerű autóknak van egyfajta csap hátra dőlése, ami nyilván egy szögben értelmezhető, és ennek következménye, hogy van egyfajta utánfutása, ami a kerék középpont és ennek a döféspontnak a távolsága. Ez az érték nagyban befolyásolja azt, amit az éppen az előbb elmondtál, hogy mennyire jó az autó egyenes futása. Ha hajtott a kerék, akkor pedig arról van szó, hogy a hajtó, a vonóerő ebben a pontban ébred, ebben itt a talajon, ahol a kerék érintkezik, és hogyha a forgáspontja, a keréknek a kormányzáskori forgáspontja előtte van, akkor az instabil. Ez mindig ki akar térni a kerék elé. Ezért nem lesz stabil. Ezért viszonylag kicsi az első kerékhajtású autóknak a csap hátradőlése, de összességében az utánfutás a legfontosabb paraméter, ami kicsi kell, hogy legyen. Na itt viszont már átmehetünk komolyabb utánfutásba és csap hátradőlésbe. A Subarunál te ezt érezted, hogy megszűnt ez a vonóerő, és egy nagyon kicsi utánfutásod volt, nem lett annyira
stabil az autó, nem állt talán olyan könnyen egyenesbe a kormánya. Mindig kint akart maradni egy végállásba, izomból kellett visszatépni végállásból. Mert addig a vonóerő ezeket egy kicsit korrigálta. Ennél az autónál, itt most ezt a másik oldalon azt próbáltam bejelölni, hogy a karosszéria azzal, hogy a rugótornyot fölemelték, még lejjebb került egy jó nagy mértékkel, minden lejjebb van, ugye a futóműbe beletoldottunk ott az alsó gömbcsapba, amit mutattam, az egész karosszéria jó alacsonyra került, a geometria nem emiatt ugyan, de változott, tehát változtatható ennél a megoldásnál, tehát tudsz neki még további utánfutást adni, illetve hát a kerékdőlés is láttuk azzal a G-szemmel, egy kontraanyával olyan dőlést állítasz, amilyet szeretnél, alul is, illetve fönt a toronynál is el tudtál vele menni. Tehát ez az óriási mértékű ültetés, a tömegközéppont lejjebbítése az ennél nagyon-nagyon hasznos, úgy, hogy itt a futómű geometriát nem rontottuk el. Elő volt hűtés, de ne felejtsük el, hogy azért a motortérnek, itt ugye ez egész a motortér, további hűtésre van szüksége. Nagyon ügyesen ki van találva az ajtón az a nyílás, ahol áramolhat be levegő, és ugye a sárvédő többi részén is elhagyja például a kipufogó melege, tud távozni alul. Itt a tetőn, ahol tátika, így van, megkaphatja azt a külső levegőt a motor, amit majd beszív, az gyönyörűen le van szigetelve, tehát a motor nem ebből a forró motortérből szív, hanem külső környezeti levegőt tud szívni, és az jut be. Elég jelentősen tudja csökkenteni a motor üzemi hőmérsékletét. Próbáltam ezekre kísérleteket, hogy a beszívott levegő hőmérsékletét változtattam, óriási hatása van, tehát a külső hőmérséklet az mindig hogy a legkisebb sajnos, amit el tudunk érni. Jobb lenne még hidegebb, de ez már bőven elég. Nagyon nagy a teljesítményére gyakorolt hatása, és egyáltalán a rendszer hőmérsékletére. A Dodge Challengernek van ilyen hombidrogpályás változata, ami a légkondi radiátoron át tud levegőt szívni megfelelő beállítások mellett. Így van. Az ugye, így van, az plusz energia, de a teljesítmény, amikor kell, akkor az ott rendelkezésre áll. Ahogy nézem, mindenből megtartották a motorkerékpárnak a gyári elemeit. A kábelkötegekre gondolok, a különböző beavatkozókra, a szenzorokra. Tehát szerintem én nem is nagyon láttam ebben Swift kábelköteget, ugye nincsenek lámpák, nincs semmi, persze, hanem a motorkerékpáré működik a kisaksival, a saját indító motorjával, az összes kuplung, az üres jelző, a minden, amik vannak ugye a motorkerékpárokban, az mind megvan ebben. ZX12R. Mire való az a Bordeaux acélhurok? Hát nem szebb pukura, hanem ez a vonószem. Ez a vonószem? Ugye itt erre ne tegyél semmit. Nincs fenéklemez. Ezt ne húzd meg, mert véletlenül se dőljünk rá, mert elhajlik, mert ennek nem ez a funkciója, esztétika és aero. Itt tudod ezen a merev szerkezetnél meghúzni az autót. Látod, alul például van egy védőlemez a lánckeréknek, mert az hajlamos lenne arra, hogy leérjen egy kicsit rosszabb úton, és itt ez elég merev ahhoz, hogy ide akaszthasd a mondhatandó dolgot. Tágulási tartály a differenciálműnek. Úgyhogy itt ezt a motor és hátsó traktus futómű egységet a hideg levegő bevezetéssel, a mindennel együtt, a hegesztési varratokkal, a csőkiképzéssel, hát én egy elég jóra értékelném, hogy megkapja a két lájkot. Mondj viszont olyan dolgot is, amin lehetne javítani, amit kritika tárgya lehet. Apróságok. Azt már nem is említeném meg, tehát nem. Ez így teljesen rendben van. Szép, tiszta, karbantartható, elérhető, aki ezt kitervezte, gondolt arra is, hiszen saját magának csinálta. Van végtelen, el lehet veszni a beállításokban, a futómű, a lengőkar bekötési pontokban. Én azt gondolom, hogy ez azért úgy rendben van. Tudod, mi jutott eszembe? Hívhatjuk ezt még önhordókasznis autónak, vagy ez itt most már egy térváz? Jogos. Vannak az FIA-nak ilyen besorolásai, ez már oda tartozik. Tehát ami, ez már egy térvázas autó. Így van. Tehát ők már ezt oda sorolják. Ugye a teherviselő elem, ezek a nevezzük sárvédőnek, ezek már nem funkcionálnak úgy, mint az eredeti autóban. Itt valóban ez a csőszerkezet viszi át. És még egy kérdés, a kapu
a főkapunak a két oldala miért nincs összekötve? Itt simán volna neki hely egy óvatosan hajlított elemmel, vagy ilyet. Igen, ha olyan könnyen be lehetne rakni a motor, de pontosan ez az oka, hogy ott legyen hely, ott tudják szerelni, hozzáférjé, bármilyen feladat van, ott könnyen meg tud oldani. Teljesen egyetértek vele, hogy oda nem építettek be több elemet. Reggel óta nézzük ezt a kereket. Race Engineering, ugye, aki egy icipicit is benne van ebben a japán autós szubkultúrában, azt tudja, hogy ez az egyik legnagyobb múltú japán versenyfelni gyártó. Én nézegetem, de tapsoltam, fütyültem végig. Mert úgy, hogyha hiányzik, akkor az nem nálam van. Örömmel látnám a garázsomba ezt a garnitúra fel. Hát volna hova tenni, igen. Igen. Központi anyás? Központi anyás formula autóról származik, az a tömege az semmi, az jelképes. És ugye a központi anya az eredeti négy csavaros megoldásra egy adapterrel van megoldva. Verseny előtt, ha változnak a körülmények, ki kell cserélni az esős gumit szárazra, vagy a száraz mégis valami más keménységűre van szükség, és van lehetőség cserélni, akkor a központi anyással sokkal gyorsabb kicserélni. Ezt már akartam tőled kérdezni többször, ugye slalom versenyen jó párszor találkoztunk, hogyha gépátvételen átmegy egy autó egy adott kerékszettel, viszont változnak a körülmények, akkor neked utána azt jogod van cserélni a rajt előtt, vagy meg kell mutatni azt is az átvevőnek? A száraz kerékre kell a gépátvételt elvégezni, tehát a száraz szetre, a nyomtávra, a minden, ami azzal adódik, a vizes gumi az cserélhető szabadon utána bármilyen megoldással. És a fék? Rambo? Igen, az szó szerint, de még a felnél maradjuk egy kicsit, hogy ez az adapter, ez milyen lehetőségeket rejt. Nem csak azt jelenti ez, hogy könnyen, gyorsabban cserélhető, de általában szilárdsága is jobb. Tehát ezzel az egy középső furattal könnyebb felnit lehet készíteni, mint a 4, nehogy Isten 8, és még akkor ott van a központi furat. És élből kevesebb a hús. A hús a kevesebb. Így van. Habár mögötte vannak stiftek, amin pozícionálod és elhelyezed. Viszont én múltkor beszélgettem egy szintén mérnök ismerősemmel, amikor a nyomtáv kérdését vitattuk meg, és ő azt mondta, hogy szerinte nem annyira ildomos nyomtávszélesítőt használni egy utcai autón, nyilván ez versenytechnika teljesen más, de ez az adapterezés, ez rendben van? Műszakilag rendben van, ott kezdődik, hogy a kerék geometria jó ezáltal, tehát hova kerül a keréknek a talpontja, a támadáspontja, a futómű döféspontjaihoz képest. Ez, hogy most pogácsával oldod meg, vagy a felni eltéjével, ez egy kvázi technikai kérdés, egy felnit egy darabból úgyis könnyebb csinálni, csak általában drágább. Tehát olyan találni, az nehéz. Ezt a felnit megcsinálták egy formaautóhoz, ahhoz nyilván mindenféle adapter és pogácsa nélkül jó, és gyorsan rögzíthető. Elfogadnám. Igen. És milyen széles ahhoz képest könnyű. Tehát az, igen, anélkül, az elég radikális. Igen. És azt mondtad, hogy ugye érdemi fékerőt tudunk hátul is leadni. Te még, mint öreg ember, ezt a gumijelölést, ezt tudod értelmezni. Nem, ez egy telefonszám. Így van, 9.0/20.0, kötőjel 13. Mit jelent ez? Amit hiányolhat az ember. A klasszikus autódon milyen a gumi méretjelölés? A hagyományos 195, 50, 15. De mondd ki úgy teljesen, ahogy van, 195/50. 195/50, R15. R. Hiányzik az R betű. Az R az mit jelent? Ez egy Avon kerék, amikor mondjuk megnézem Steve McQueen-nel a Le Mans-t, akkor adta a 917-es Porsche-n. Így van. Ez a, így van. Ezt a gumit látom. Tehát a te gumidon, amit mondtál, az R betű, az mit jelent? Mit jelent? Radiál. Igen. Ez a nincs R betű. Ez nem radiál gumi, diagonál. Ez diagonál. Így van. Ugye ez, hát ez a gumiszövésnek. Így van az iránya. Pontosan az alap hordozónak, tehát a karkasznak, az alap hordozónak a szövési iránya. Ez diagonál gumi. 9 col széles, 20 col a külső átmérője, vagy incs, vagy ahogy tetszik, és a kötőjel ugye a diagonáljelzés, és a 13 col pedig a gumi belső átmérője. Vagy szintén csak incsben, vagy colban, kinek hogyan tetszik. Tehát ez a gumi teljesen másként viselkedik, mint egy radiál abroncs. Ha felraksz erre egy radiál gumit, igen, átalakul az autó vezethetősége. Amikor kitalálnak egy ilyen egyedi futóművet, azt a gumiköré tervezik, nem? Alaphelyzetben igen. Itt azért mindenkinek a lehetőségei korlátozottak, tehát a gumi az a méretet is jelenti, milyen sárvédőszélesítést, mennyi helyed van, milyen felni van hozzá. Igen, így indul ki, itt is látod, a gumi még akár lehetne szélesebb is, mert a felni 10 fél, ahogy hallottuk,
és a gumi az meg még 9-es, tehát ha itt nagyon kéne időre menni, akkor a megszűnt avongyárból még lehetne venni ilyen gumit, de már az sincs, sajnos megszűnt nemrég a avongumi gyártás. A féket emlegetted előbb, nekem az egyik kedvenc részletem. Itt a fék, ugye, ahogy beszéltük, tehát nagyobb a tengelyterhelés hátul, ezáltal nagyobb féket tud befogadni, illetve nagyobb fék teljesítményt tudunk elérni hátul. Az amiatt is, hoztam egy kis gumit, amiatt is, hogy szélesebb a hátsó kerék, a tapadás is jobb, és kevesebb a dinamikus átterhelődés előre. Ha jól látom, akkor ez is ugye, amit mondtál, a Rambo fékek, tehát Brembo kétdugattyús merevnyerges fék van rajta. És az is egy adapterrel van megoldva, tehát hogy a megfelelő sugár meglegyen, hát éppen ez is éppen elfér a 13-as kerék belsejében. Látod az állíthatási lehetőségeket? Igen, ezt akartam mondani, hogy az állítási lehetőségeket, amikor mindig csodáltam, amikor keletkezik egy ilyen autó, mert hogy amikor átalakítanak egy utcai autó futóművet, akkor ott azért vannak kötött pontok, amiből kiindulhatsz. Tehát feltehetőleg van egy rugótorony, van egy belső lengőkarbekötési pont, hátsó lengőkarbekötési pont, csonkálvány, elevek, amivel tudsz játszani. Elveszel, hozzáteszel, hangolgatod. Itt viszont a nullából tervezik meg ezt a futóművet, akkor ez így, hogy indul a játék? Elveszik a logarlécet? Azt a szót, amit használta, hogy elveszel hozzád, de itt az elveszel szó másik jelentése, hogy simán el tudsz veszni a lehetőségekben. Tehát vagy indulsz egy másik autóból, van egy jó geometriád, egy jó lengőkar bekötési pontot, ami a másik autónál máshol működött, vagy készen van valami olcsó, hozzájutsz akármi, és onnan lehet finomkodni. Nagyon kevesen csinálnak komplett elemzést, analízist, tehát számítógépes elemzést a futómű kinematikára. Anélkül is van, akinek van érzéke hozzá, de nagyon kell néha az, hogy valóban végezz egy számítást. Akkor sokkal jobb tudsz lenni. Nyilván itt alapelvek, hogy mennyire párhuzamos a lengőkar mondjuk az irány az összekötővel, az egy nagyon fontos dolog. Ennek a bekötési pontja, a kerék oldalirányú erője, ugye rúdban rúd irányú erő ébred, tehát ezt, hogy például a karosszériára mennyi emelőerőt ad át. Robinnak a felvételeit láttam, nagyon sokszor biciklizik, tehát két keréken megy, mert annyira jó a tapadás, és ebből sajnos emelőerő ébred a karosszérián, jacking force, amivel ő átmegy két kerekezésbe, nem rugózik be a kanyar külső kerék terhelése se, súlypont maradottól van, és ő ezt az ügyességével tudja kompenzálni. Én félnék. Ilyenkor már benne van a borulás? Még egy ilyen súlyponttal és ilyen karosszériakossággal is? Hogy van tapadásod. Ha nincs tapadás, meg fog csúszni a kerék. Ettől van benne a borulás, hogy van tapadásod. Határhelyzetben vagy, itt rámész egy belső rázókőre, vagy egy gumira, vagy bármilyen tereptárgyra, és már tudsz is billenni, mert van tapadás. Ha vizes út van, nincs ilyen veszély. Vagy felrakod az utcai gumit. Motor, látunk mindent, nagyjából ez is széria. Olajleeresztő, minden, tökéletes. Hangolt leömlök, gyári hangolt leömlök. Milyen jó hozzáférhető a sebességváltó, szűrő. Rudazatot. Ez is elfér, szervizelhető. Ezt valaki magának úgy találta ki, hogy ez karbantartható legyen. Tényleg. Egy adapter itt, ha jól látom, azért van egy ilyen szennyi. Az a vízes hűtő, tehát a motorolajat vízzel hűti-fűti, tehát a motor olaj hőmérsékletét. Hamarabb melegszik, arra van egy külső hűtőnk, és temperálja, tehát eleinte tudja melegíteni a motorolajat, amikor pedig már a motorolaj ugye közelebb van a szelepekhez, stb. Ott viszont viszi el a hőt. Az olaj átadja a víznek, az meg megy ezen a két csövön előre. És biztos vagyok benne, hogy van az autóról pár nagyon látványos kép, ahol szikrázik kanyarból kifele. Nem kizárt, igen. Tehát ez a legalacsonyabb pontja. Hál' Istennek azért az olaj leeresztő az békességben van, mondjuk. Tennél még ide valamit? Nem tudom. Ez a két elem látszik, hogy itt is már kapott az élettől, de ott van valahol egy vonalzóval meg lehetne nézni. Van kockázat, de hát ez is segít. A versenysportban megfogja. Van kockázat. Persze. Értékelt, kérlek. Tudsz valami? Teljesen jó. Karbantartható, elérhető minden. Ugyan lefelé talán nem jön ki a motor, fölfelé kell kivenni, de ez én azt gondolom, hogy a házi megoldások között egészen rendben van. Pár kilót ki lehetne még belőle faragni, de összességében szuper. És ez egy jó megoldás, ilyet láttam a Justin is, mert ugye annak is, ha itt
itt a hűtőt előre vitték a hátul lévő motorhoz képest, ott pedig a hűtőt vitték hátra az előlévő motorhoz képest. Helyszűke miatt, ugye? Hát nem lehetett elég nagy hűtőt. Hűtőt tenni, turbó, igen. Meg ott az melegít, meg sugároz. Itt viszont arról van szó, hogy a nagy tömeg az hátra ment, és a hűtőt pedig meghagyták elő. Hú, tényleg erre is rá akartam kérdezni, ha már itt vagyunk az autó alatt, hogy ugye ez beszéltünk bocsánat, arról. Még annyi, hogy azért itt ez kapott az élettől, ezek is leérnek. Nem kiméli, tehát nem arról van, ő eredményre megy, az látszik ezen a megoldáson. Igen, nem nézegetni van. Nem arra van. Szóval ami előbb ugye végigbeszéltük azt, hogy változik a futómű, hogy kell változni a futóműnek, amikor megváltoztatod a hajtásképletet. Na de, a kaszni súlyelosztása, ami egy nagyon kritikus pont mindenféle autózásnál, az hogy van esélyed játszani? És itt most főleg a hosszirányú eltolódásra gondolok, hogy ennek az autónak az elejében nincsen többé motor. Nincsen. És akkor ilyeneket rükköz, hogy előrehozod az aksit, előrehozod a hűtőt? Vagy... Itt, ha kell, akkor az a lényeg, igen, azt, hogy a tapadásod, valószínűleg ennek az autónak a rajtkészsége, a motor ereje az a legjobb. Tehát ott kell nekünk tapadás, nem baj, ha egy picit a hátsó tengely többet bír, nagyobb a terhelés rajta, szélesebb is a gumi most ebben az esetben. Tehát igen, akkor el kell gondolkozni egy üzemanyagtartályt, egy akkumulátort, hogy helyezel el, hova teszed előre-hátra, kell-e még előre tömeg, vagy nem kell tömeg. Én azt gondolom, hogy itt láttad a motor milyen jó be volt húzva előre, tehát nem a hátsó tengelyen ült, hanem amennyire lehet előre tolva, viszonylag hosszú lánca. Szerintem ennél ez igazából nem lehetett probléma. Ez innen megint gyönyörű látvány, innen még nem láttam ezt az autót, de tényleg akkor itt adódik jobban, hogy megnövelték ezt a távolságot. Pont úgy néz ki, mint amit megrajzoltál. Nem csak képzeletben folytatódik a vonal, hanem fizikailag. Fizikailag is folytatódik, így van, és az a korlát, hogy éppen ne érjen bele a felnibe a csavar, vagy ami itt a végén van, anya, és onnan kezdve ugye a kikötés megvan. Most már el tudtak menni oda, hogy ilyen 7 fok körüli csaphátradőlésük van, ennek megfelelő utánfutással. Tehát kormányzáskor jobban bedől a kerék, mint egy hagyományos elsőkerekes. Hiszen, ha jól értem, akkor kerékdőlést egyszer kaphatsz a toronycsapágyak állításával, vagy a lengőkarok állításával, hol jön az autó. Van. És kerékdőlésed adódik abból is, amikor kitekered a kormányt, és a kerék megdől. Pontosan. Ennek két összetevője van. Nyilván az egyik a csapterpesztés, és a másik pedig az, hogy ugye a csaphátradőléssel, itt nem az utánfutás a lényeg, hanem a csaphátradőlés, egy ilyen ferde tengely körül forgatod a kereket, és ezáltal lesz egy nagyobb dőlése. El lehet menni túlzásba, mert látod, mekkora széles gumiról beszélünk. Igen. Hogyha ez túlzott, akkor megint azt érjük el, hogy hiába van óriási dőlésed, akkor csak a kerék belső része fog leérni kanyarodáskor. Ebben meg kell találni az optimumot, erre van az a jó néhány év, amíg az ember megy vele. Ellenben itt látok egy nagyon érdekes dolgot, amit mindenképpen akartam mondani. Nézzünk, milyen kevés hely van itt a csavar vége és a felni között. Igen. Van egy barátom, aki a Porsche-jával úgy járt, képzeld, hogy nagyon nagy a féknyereg az autón, bekapott egy kavicsot. Egy kavics. És körbeesztergálta a felnit belülről. Igen. Ez. És mikor ilyet látok, mindig ez jut eszembe, nyilván ennek itt nagyon kicsi az esélye, hiszen nem tud megakadni a kavics, csak hogy... Nyomasztóan közel vannak ezek az alkatrészek. Többször volt olyan, hogy ahogy megálltunk ugye a szlalomverseny céljában, forgács esett ki, ami vagy abból a féktárcsából, vagy a gömbfejből kiesett. Itt amúgy látszik kicsit. Ott látszik is, hogy hozzá. Vannak ilyen kis belemaradások, igen. Igen, ott több. Van rugalmassága egy ilyen felninek? Van, megvan az a távolság, amit mindenki javasol, hogy hagyjunk a forgó és az áldó részek között. Tehát legyen ez féknyereg, legyen ez akár ilyen gömbcsukló, vagy a kormány kivezetés. Igen, tehát ennek van. A Porsche figyelmen kívül hagyhatja, akkor mi is. Van valamiféle kritikai észrevételed innen? Ez teljesen rendben van. Úristen, milyen vastag száros ez. Nézd meg, hogy ami fölösleges, az el van tüntetve, nem kell bele teljesen. Ugye a legjobb, hogyha nincs benne az a tömeg. Nem könnyíteni kell, legjobb, ha bele se tesszük. Na itt ezt látjuk, nincs. Nem kell, nincs rá szükség. Tökéletes. Egy
egy kattanást kéne hátrébb állítanom, hogyha... Igen. Egy kattanást kéne hátrébb állítanom, nagyon közel van minden. Hát ugye nagyjából tudnék úgy váltani, hogy nem engedem el a kormányt, mert ha az életszerű lenne. Amikor én beültem, nekem az ergonómia, tehát az, hogy minden kézre esett, jól kézre esett, a kormánymagasság az üléspozícióhoz képest nagyon jó volt. Nyilván ez mind egyedi, de látszik, hogy abban közel van minden, el tudod érni. Ő szereti a kéziféket forgatni. Egy ilyen jellegű autóban mennyire szükséges a kézifék? Nagyon. De azért nagy a tapadás a hátsó keréken, tehát hogyha rátéped, akkor sokkal intenzívebb lassulást érsz el, mint kéne, nem? Ez így igaz, de a megfordulásnál a tapadásvesztést úgy érdemes elérni, hogy ezeknél a kézifékkel nagyon ott tudod az elejét tartani, és az az igazi megoldás. Nagyon tetszik, hogy az önindító és az áramtalanító az egy az egybe átjött a motorkormányról, és ugyanúgy bilincszerűen rögzül, mint a motorkormányról. Mint a motorkormányról. Látod, tehát a kábel köteg meg az egész elv az megegyezett. Ezt érdemes még itt megnézni, és csak van itt egy erőmérő cella a váltókarban. Így van. Mozgass csak azt a váltókart. Tehát egyrésztről normálisan ugye van itt egy kétkarú emelő, itt különböző fokozatokban állítható lenne az áttétel. És ez a lócell ugye azt csinálja, hogy ez nagyjából egy mondjuk így erőmérő bélyeg, nyúlásmérő bélyeg, még jobban fogalmazva. Ha erőt fejtünk ki a rudazatra, tehát próbálnánk kihúzni fokozatból az előző fokozatból, akkor ez elér egy olyan jelszintet, ami megszakítja praktikusan ugye a gyújtást, beprogramozható időre, és az alatt, amíg a gyújtás nincs meg a motoron, az alatt át tudod húzni a következő fokozatba. Gyújtásvágás. Gyújtásvágás, így van. Alapvetően ez a felfelé váltásnál működik, van, aki meg tudja oldani ezt a másik irányba is, kevesebb a létjogosultsága, fölfelé tudsz ezzel igazából. Szükség van egy elektronikus pillangó szelepre, mert akkor, amikor visszaváltasz, akkor a motorfordulatot megemeli egy pillanatra. Lehetne blippelni is, így van, tehát az is megoldás lenne. Itt igazából a felváltásnál tudsz még nyerni tényleg néhány tizedet egy verseny során, de jó jön az is, illetve az a kényelem és az a kimélés, hogy nem a gázpedált kell elemelned és jó ütemben húzni a következő fokozatot, ne adj Isten kuplungolni, hanem csak ezt húzod, és amikor megszűnik a gyújtás, át tudod rántani a következő fokozatban, kis erővel. Nem tudom, hogy motoroknál hogy működik, hogy egy bizonyos fordulatszám felett már kuplung nélkül tudsz váltani amúgy is a motorokon, és akkor van ez az úgynevezett gyorsváltó funkció, ami pedig maga a gyújtásvágás. Maga a gyújtásvágás, vagy alapvetően, ha tehermentesíted a hajtásláncot, kezded elvenni a gázt, nem terhelődik a hajtáslánc, akkor a körmös kapcsolót át tudod húzni a következő fokozatba, ki tudod húzni az adott fokozatból, és bemegy a másik a következőbe, és újra terhelést adsz rá, tehát megkapja a pillangószelep a terhelést. A fékerőszabályzót megkaptam. Itt még egy fékerőszabályzó, na most ez a fékerőszabályzó, ez már a hátsó kör. Tehát ami a tűzfalról elosztóval elment a két kerékre, keresztül a tűzfalon bejön, a hátsón is tudsz állítani, és itt, ha jól látom, van egy visszacsapó szelep. Tehát a kézifék a már beállított féknyomáson kereszt után van beépítve, magyarul itt a teljes erőt ki tudod fejteni, nincs szabályzás, és nem nyomja vissza a féknyomást a kör további részébe. Magyarul, amit meghúztál a kézifégen, az csak a hátsó nyeregre hal. AP Racing, nagy múltú angol. Jól emlékszem, így igaz, a lótuszokon. Hú, sőt, tehát gyakorlatilag a motorsport, a korszerű motorsport hőskorától szerintem ők az igazi nagynév. Látod, átmenő rendszerű, tehát nincs külön tartálya. Ez a lábfékkör is egyben. Ha jól sejtem, ez a motor amúgy egy bölcsővázban volt a motorban, és ugye annak van egy olyan felfogatója, amit itt nem tudsz kihasználni, hiszen nem építenek fel egy vászszerkezetet. Így igaz, a hengerfej körül volt egy vászszerkezet, és ahhoz csatlakozott, ők ezt így oldották meg egy kitámasztással. Igen. Ez viszont gumiszilentes, ha jól látom. Valami de... műanyag, vagy gumiszilent, igen. Igen, inkább műanyagnak látom. Tehát egy kicsi rugalmasság van benne. Látod, azért ott egy-két repedést, meg is jelentkezik a... Remélem, büszke vagy rám, hogy amikor a jelszintet emlegetted, akkor nem jöttem a Boris jelszinttel, de
Nem. Sok mindent, még egy-két esztergomi point még nem sütöttél el. Nem. Beszéljünk a szervóról. Ugye én már láttam Ignis szervót, Yaris szervót, sőt, legutóbb Nyíregyházi Gyuritán egy Camarohoz, Camaro Restomodokhoz gyártott szervót épített be az egyik versenyautójába. Mit kell ezekről tudni? Ezek honnan vesznek élet? Hol van ezeknek haljeladója, vagy bármiféle szenzora? Van a szofisztikáltabb, nem? Van egy kicsit szofisztikáltabb mód, meg vannak az egyszerűbb megoldások. Ugye az alapfunkciója az az, hogy a kormányzáshoz szükséges erőt csökkentse, ez mindenkinek tiszta és világos, és ezek viszont az eredeti konstrukciók függvényében eltérő rásegítést tudnak. Tehát már a vezeték keresztmetszetből úgy nagyjából meg lehet becsülni, meg a motor nagyságából, hogy milyen teljesítményű az a rásegítés. Egy delejesebb vezetékek. Egy delejesebb messziről, de azért ez még nem egy túl nagy teljesítmény. Ennél az autónál, mivel kicsi az első tengely terhelése, tehát kicsi tömeg van rajta, nincs is túl nagy szükség rá. Azért van igazából szükség, mert ha lejjebb haladunk, akkor az a sötétkékes elem, az még egy kormánygyorsító. Tehát az eredeti Suzuki fogasléces kormánymű előtt az a kék, az még egy gyorsító áttétel, és akkor viszont már kellően magas lenne az erő, próbáld meg most tekerni a kormányt, igaz, ezt is ez tekered. Ez mondjuk egy csiga áttétel, ha jól sejtem. Az, de mondjuk tehát fogod azt tudni. Áttekerni de fogod tudni, ugye? Tehát ez így de nagyon... Mondjuk érzem is, hogy forgatok valamit így még van. A kerekeken kívül, na, pedig ezek slickek, amiket úgy nem könnyű. Nem könnyű, tehát azért ez már olyan erő, hogy pontos mozgást nem tudsz végezni. Ezzel, hogy megvan az a szorzó, kellett bele az a szervó is, ami abban segít, hogy tényleg pontos kormánymozdulatot tudj végezni, de gyorsat. Tehát a kerék gyorsan tudjon ez egyik végállás. Meggyorsítottuk a kormányáttételt így van. A reakciókedvéért, ettől aztán nehezebb lett tekerni, ettől aztán kell egy szervó bele. Így van, és még az elején az volt, hogy ők a 1-2-3 fokos csaphátradőlésből csináltak hetet, ami megint csak tovább nehezíti a kormányerőt, persze egyenesben jobban visszatalál az autó. Kérdés, miért nincs bekötve a rugótoronyra a cső? Tehát ha jól látom, ez itt az A-oszlopnál lebukik, és nem látok statikai elemet, ami tovább menne előre. Vagy rossz a szemem? Nem rossz a szemed. Nem vagyok mindig arról meggyőződve, hogy arra igazából szükség van. Ugye ott is az erők azok csak fölfelé irányulnak. Egy arra merőleges megtámasztást nem ad túl sok segítséget, biztos valamit segítene. Én azt gondolom, ez is elég. Ezt az elemet viszont sok versenyautól látom, hogy az utólagos bukócsövet azt hozzávarják egy ilyen lyugatott lemezzel az A-oszlophoz. Ennek mi a pontos szerepe? Ez a legbiztosabb kapcsolat a kasznyival? A perforált lemez az gyakorlatilag merevebb lesz egy sík lemezhez képest. Ha megnézed, főleg ezeknek a régi japán autóknak a padlója is tele van ilyen hullámmal, ami a padló lemez merevségét növeli. Itt is ennek ez a célja, hogy ezeket szakaszos varratolással hozzárögzítetted a karosszériához, tehát a kettő ezen a részen együtt fog mozogni. Nem lesz csavarodás, nem reped el a szélvédő, ez lényegében egyként fog mozogni. A tetőszellőző. A legversenyautósabb elem. Igen. Hogy értékeled ezt a beltret? Én nagyon ergonomikusnak találom. Ugye az én méreteimmel a kibeszállás is viszonylag könnyen megy. És a pedál, a kormány, ezek az beavatkozók mind-mind jó helyen vannak. Nagyon helyesen a szervó fölfelé van téve, tehát egy baleset, vagy egyáltalán bármilyen tényleg mozgás. Tényleg van, aki lefordítja. És nagyon kellemetlen, amikor térdenek, beépül a tért kanyarba. Így van. Ez egy nagyon ügyes megoldás, tehát ez is inkább egy piros pont. Megmerném kockáztatni, hogy régen ez a kapcsoló, ez szerintem a rásegítés mértékét szabályozta. És bólogat is a tulajdonos. Bólogat a tulajdonos? Így van. Ez most jobbra van kitérítve, tehát gondolom ez a maximális rásegítés. Tehát itt az ergonómia, az egyszerűség, a szerelhetőség szerintem fúrva. A beépítés nagyon tetszik. Igen. Tehát ott se kell kitalálni, a sebességmérő le van takarva, le van fóliázva, fokozatkijelző és a motor eredeti rendszere. Ezt szerintem nagyon fontos, hogy megőrizték azt az egyszerűséget. Alkatrész van hozzá, minden van hozzá. Dokumentáció, hibakeresés, bármi. Szóval ez megint csak dupla vágy. Ha nem ismerném Bélát, még talán az is felmerülne bennem, hogy elfogult, de ismerem úgy, hogy biztos nem elfogult, és nagyon tetszett neki az autó. Te hol látod a hibáit? Látsz még benne valami olyat, amivel előre akarsz lépni? Mert hogy
közben elkezdtél valamit építeni, arról már meséltél, de hogy mit lehetne ezen még fokozni? Nekem még igazából futóművel vannak problémáim, de aztán már nem akartam ebbe belemerülni. Ezt én már egyszer szétvágtam az egészet, aztán újraépítettem, de ez még egyszer erre nem volt már energiám, aztán inkább kezdtem egy teljesen újat. Hát a tempós kanyarokban vannak még bele problémáim, tehát ott az ilyen szűk technikás, csiki-csukis pályán ott nagyon jó, tehát ott szinte mondhatnám, hogy verhetetlen, de ahol a tempós kanyarok vannak, ott bizonytalan egy kicsit. Szóval. Ez hányadik autód, amit ilyen szinten építettek meg? Nekünk előtte volt egy BMW, ami még meg is van, úgyhogy abból is szoktunk menni. Az volt az első ilyen versenyre épített autó. Ezt én már úgy vettem, hogy nagyjából kész volt. De azért egyszer szétvágtad. De azért én szétszedtem úgy, hogy egy csavar nem maradt benne. Úgyhogy dolgoztunk rajta egy ilyen 600 órát, aztán akkor utána lett ilyen. Úgyhogy... De azt mondom, most már nem volt hozzá energiám, hogy még egyszer ezt szétszedjem, és akkor, hogy az újabb elképzelések alapján megépítsük, így aztán kezdtem egy teljesen újat, ami most már lassan 3 éve épül. És mi lesz ez, kérlek, erre mondj pár szót. Ez egy Lotus Elise alvázból indul az egész, tehát az alapja ez a Lotus Elise-nek az alumínium monokópja, és ahhoz csináltunk egy egyedi hátsó bölcsőt, és maradtam a Kawasaki motornál mindennél, mert ez nekem úgy bevált, tehát most már 6. éve megy, és szinte hibamentes. Annyi, hogy ott egy kicsit növeltünk, és az egy ZZR1-4. Az már 200 lóerő is volt a szai állapotában. Az már ilyen 200 lóerő, viszont ha minden jól megy, az még egy ilyen 100 kilóval könnyebb lesz mindez. Tehát ötössel fog kezdődni, hát a ilyen súlya. 500 kiló környéke. Ez már erősen formaautós teritorium. Nagyon jó. Teritorium. Igen, tehát az volt a cél. Úgyhogy az egy formaautónak a fékhelyi, tehát arra is ugyanezek a felnék mennek fel, mint ezen van. Annyi, hogy ott ebbe a felnébe 280-as fék van, még ebbe csak valami 250 vagy valami ilyesmi. Tehát könnyebb súly, nagyobb lassító erő. Igen, ott elől hátul 4 dugattyús fékek lesznek, meg a futómű, ugye a dupla lengőkaros elől hátul, ott már 3 utas gátló lesz, tehát meg mindent úgy csináltunk, hogy az összes futóművel matria minden finom hangolható. Úgyhogy van olyan tudás ebben az autóban, amit abba tovább tudtatok vinni? Igen, van, tehát alapkoncepció az volt, hogy a motor elhelyezkedése, mert nekem ennek a súlypontja azért úgy viszonylag bejön, tehát ennek a rajtképessége az szerintem az egyik legjobb. Volt szerencsém látni. Úgyhogy azért ezt meghagytam, tehát hogy nagyjából ez, mert ugye én próbáltam a Séria Lotus, az ugye inkább farmotoros, és abban voltak már irányítási anomáliák. Tehát. Annyira döbbenetes, hogy van olyan ember, aki vesz egy Lotust, és azt mondja, hogy nem elég könnyű, és nem elég erős, és nem elég agilis. Úgyhogy még elkezdi faragni. Igen, amikor egy kicsit elkapja a szíj, az égszíj az embert, akkor erre hajlamos, hogy ilyenekre gondolkozzon. Mert akkor még találsz ott valamit, ami sorozatgyártásban nem csinálják meg, de te veszed a fáradtságot. Sorozat, igen. De te veszed a fáradtságot, és még átalakítod, és még könnyebb felni, és még. Mindig van benne egy kis lehetőség, és ahogy látom, akkor nála sem csak a versenyzés az örömforrás, hanem maga az építés, a kitalálás. Ezt akartam kérdezni, melyik a jobb? A versenyzés vagy az építés? Hát ilyen sorrendben, tehát melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát ott persze az építés is, tehát nekem sok ismerősöm mondta, hogy miért nem veszek valami ilyen kis formaautó, vagy speedcar, vagy ilyet. Boltban kapható akár. Igen, aztán mondtam, hogy jó, még ha nagyon összeszedném magam, lehet meg is tudnám venni, de én tudom azt, hogy beleülnék, és akkor már mindjárt kitalálnám, hogy ezen még itt kéne módosítani, azon még ott kéne módosítani. A másik az, hogy amit én csinálok, azt mondhatom azt, hogy jó, ez olyan, amilyen, meg úgy megyek vele, ahogy tudok, de ezt én csináltam. Én nem tudok mást, gratulálok hozzá. És a legjobbakat szépen. Kívánom az eljövendő versenyekhez, Béla. Azért még élvezd ki ezt a szezont ezzel az autóval, amíg el nem készül a másik. Igen, azért addig. És mutasd meg, hogy a fiataloknak is, hogy azért ezzel az autóval elég jó minden, jó sok minden meg lehet tenni. Igen, reméljük meg. Úgy tűnik, hogy azért még
Még nem mindegyik fiatal ül el. Ez így igaz. Úgyhogy jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a lehetőséget. És gratulálok a művethez. Jó, köszönöm szépen. Iratkozzatok fel, nyomjatok segőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk. Ez itt a Pedig jó ötletnek tűnt, az Eskügyári arrovata, ahol Béla az évek alatt összegyűjtött mindenféle nem annyira jó műszaki megoldásokat mutatja meg nekünk képeken. Ő megkérdezi, én pedig megpróbálom kitalálni, hogy mi a hiba. Csalok picit, mert ezt már korábban láttam, bár volt olyan dolog, ami ment intuícióból. Ezt láttad? Ezt egyszer mutattad nekem régebben. Egy nagyon komoly problémát látok, hogy ez, ahol összetalálkoznak a csövek, ez itt egy lemezre rögzül, és nem pedig nyúlványra, vagy statikai elemre. Ebből a szempontból lehetne jobb is, de talán ez még egyáltalán nem veszélyes. Aztán, amit még itt látok, hogy ez a cső itt, mintha toldva lenne. Igen. Tehát ez az a baj, hogy ez itt egy keresztmerevítő, ezt összetoldották. Én ebben a csőben amúgy sem látom azt a fajta logikai átgondoltságot, mint a mai adás ladájában. Ez, ha jól gondolom, ez nem egy homológ cső, hanem ez inkább egy nem, ezt a otthon neten készített találtam. Életvédelmi cső. Szerencsére nem élőben láttam, hanem csak a netről szedtem le, de amikor megláttam, akkor ezek az apróságok is ott vannak, ez is fontos, de van egy fontosabb. A biztonsági övbekötés túl meredek szögben érkezik, ez a gerincroppantós övbekötés. Tipikusan a gerincroppantós, és akkor azért nézd már meg azt a csavart, ami rögzíti az övet. Fölfele. Ó, nincs betekerve teljesen. Az hagyján is. Tehát, milyen csavar? Ez egy sima lapos fejű csavar. Amit a kapupán csavarnak nevezünk, ami arra való, hogy a szép kerítésedre a deszkákat azzal a szöges ellenelemmel bele tud feszíteni, és egy kicsit meghúz. Tehát ennek az anyag minősége, az kritikán aluli. Uh-huh. Az egyáltalán nem közelíti meg a kíván 8.8-as csavart. Konkrétan veszélyes. Tehát itt nem is tudom eléggé elmondani, hogy ez mennyire veszélyes ez a megoldás. Ellenben az viszont látszik, hogy adott a biztonságra és foglalkozott vele. Picit kellett volna hozzátenni, hogy ez valóban jó legyen. Így van, egy házilagos kivitelezésről. Nagyon kevés választja el a jótól, csak az kritikus. Azt végig kellett volna gondolni, hogy mire való. Leburkolta a hátsó részt, tehát az valószínűleg ezzel a beragasztott elemmel tényleg jól tömíthet, valószínűleg jobb, mint amikor egy merev lemezt odavágunk. Rakott föl szivacsot? Rakott föl valami szivacsot, de oda ide az őfeje, igen, ide, ehhez a főívhez nagyon kevéssé érhet a feje, hiszen előbbre van az ő ülése, mint sem a főív. De ezzel, hogy az üléshez tartozó övet így oldotta meg, ilyen csavarokat használt, hát ez inkább a veszélyes kategória, mint sem a üdvözlendő. Átengednéd gépátvételen? Semmiképpen.